esettanulmányomban tanulmányomban az irányításom alatt működő digitális módszertani munkaközösség bevezetését mutatom be, mint szervezeti tanulási folyamatot. Munkámhoz a kotterféle változás elméletet vettem alapul, amely nyolc lépésben fogalmazza meg a sikerhez vezető utat. Szerencsésnek érzem magam, mert az első lépés az én tantestületemben a Berzevici Gergely két tanítási nyelvű közgazdasági szakgimnáziumban már adott volt, ugyanis a tantestületünkben már korábban megfogalmazódott az a probléma felvetés, miszerint az IKT eszközök oktatásba való bevonása elengedhetetlenül szükséges. Azonban a pedagógusok nagy százaléka nem rendelkezik ehhez megfelelő kompetenciával és bátorsággal, az intézményünk pedig megfelelő technikai háttérrel. Ahogyan ez a kép is mutatja, hogyan is bízhatna meg a mai diák a tudásunkban, ha olyan elavult eszközöket használunk, mint a kréta és a tábla. A tantestületünk által létrehozott szófelhő is jól mutatja, hogy a tudásmegosztásban, a tanári hálózatokban a pedagógusaink sok pozitív lehetőséget látnak. A kollaborációról elsősorban az együttműködés jutott eszükbe, amely nagyban megkönnyítheti a munkánkat, támogathatja fejlődésünket, modernizál, lehetővé teszi a jó gyakorlatok megosztását és kipróbálását, azonban szükségét látják a vezetői támogatásnak is a megvalósításban. A kotterféle változás elmélet második lépcsőjeként megjelölt változást irányító csapat létrehozását nagyban megkönnyítette számunkra az, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 2017. szeptemberében lehetővé tette tagiskolái számára a digitális módszertani munkaközösségek létrehozását. A kötelező munkatervel sikeresen megvalósítottuk a kotter elmélet harmadik és negyedik lépcsőjét is, ugyanis írásban rögzítettük a jövőképünket és a stratégiánkat, amit ezzel kommunikálni is tudtunk a a tantestület és a fenntartó felé. Alapelven volt, hogy minden szakmai munkaközösség delegáljon legalább egy tagot ebbe a digitális módszertani munkaközösségbe. Kotter is hasonlóan gondolkodik. Szerinte, ha minden negyedik embert meg tudunk győzni a változás fontosságáról, az már egy tanuló közösség 25%-a, amely képes a további 50%-ot is meggyőzni a változás fontosságáról. A 25% ellenállóra pedig a szervezeti tanulás szintjén szükség van, mint stabil kövekre, nélkülük káosszá válna az állandóan változó közeg. Munkaközösségünk tisztában volt a technikai hátterünkkel, ezért kis lépésekkel kezdtük el a változást. Az induláskor tíz lelkes tanár csatlakozott hivatalosan a munkaközösségünkhöz, és viszonylag sok érdeklődő, de még nem elkötelezett kollega figyelte a működésünket. A géptermeken kívül három hordozható laptop szett, laptop projektor hosszabbító hangfal, és mindösszesen három tanári asztali gép állt rendelkezésünkre, akadozó wifi ellátottsággal. Már a 15 hivatalosan bejegyzett munkaközösségi tagunk van, és a tantestület 75%-a kipróbált már valamilyen IKT eszközt a tanórája színesítésére, többen rendszeresen használják is. A jó példa ragadós, egyre több kollega fordul hozzánk érdeklődve egy-egy módszerről. A gépparkunk is sokat fejlődött. A meglévő eszközök mellé minden tanterem kapott rögzített projektort, már 10 darab órára kölcsönözhető tanári közös laptop van az épületben. Minden kollégának van személyes használatú laptopja vagy tabletje, és az egyre stabilabb, de még mindig akadozó wifi n erősítésére egy darab wifi router tud megosztva használni a tantestület a tanóráim. A szervezeti tanulásunk formái voltak. IKT és védasztal, amely nem igényelte a személyes jelenlétünket, mindenki akkor is ott válogathatott kedvére a feltöltött információkból, amikor szeretett volna, vagy amikor kérdése akadt. A személyes tudás megosztó fórumok is sikeresek voltak, ugyanakkor nagyon hasznosnak bizonyultak a tanári gyors amelyek alkalmával a pedagógusokat a Word, az Excel, a PPT alapjaira és a meglévő okos eszközeik használatára tanítottunk meg. Eredményeink az elmúlt két évben. Megvalósult és egyre bővül az ikt és védasztal. Létrejött a berzevici.hu végződésű közös iskolai e-mail cím, amely lehetővé tette a könnyebb, drive alapú tudásmegosztást és tanári kollaborációt. Használatáról oktató ppt készültek a tantestület tagjai számára. Tudásmegosztó fórumokat, előadásokat tartottunk iskolai szinten, centrum szinten és országosan is. Tantestületünkben három pedagógus nyerte el a BGSC innovatív pedagógus díját, összesen hét díjazott óra terve. Új iskolai és aktívabb lett a megjelenésünk a közösségi médiában, amely nagyban megkönnyítette a beiskolázási marketing csoport munkáját is. Csatlakoztunk a digitális témahéthez, melynek során egyre több diákot és pedagógus motiváltunk a bátrabb IKT használatra. Informatikus kollégánk elnyerte iskolánk számára a megtisztelő Code Week, a programozás hetének innovatív iskolája címet. Képzéseken vettünk részt, valamint publikációnk is jelent meg. Mivel minden munkaközösség delegált önkéntes tagot, az ötödik lépcső is megvalósult, hiszen ezen a tagok átfogó hatalommal tudással bírtak az átfogó cselekvéshez, megoszthatták tudásukat szakmai munkaközösségük további tagjaival. Kotter szerint nagyon fontos a hatodik lépcső, vagyis a gyors győzelmek kivívása ahhoz, hogy az eredmények megszilárduljanak és további változások indulhassanak el, amelyek aztán meggyökerezhetnek a szervezeti kultúrában. A tanult új módszerek, tanórai kipróbálása utáni sikerek és pozitív tanulói visszajelzések folyamatosan hatással voltak a tantestület tagjaira, így tanév végére a kezdeti 25%-nak sikerült bevonzania a tantestület további 50%-át is. Összességében elmondhatom, hogy a kotteri elmélet nagyban megerősített minket abban, hogy jól irányítottuk a tantestületünk szervezeti tanulási folyamatát, és tudatosította bennünk, hogy a 25%-os ellenálló stabil kövekért is ugyanolyan hálásnak kell lennünk, mint mint a változást irányító 75%-ért.